Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a Witcher-t. Legalábbis ez a terv. Aztán... igen, hát ezt fogjuk csinálni. El vagyunk maradva. Az elmúlt hetekben meglehetősen sporadikusan voltak adások, úgyhogy most behozzuk a héten, meg majd a jövő héten, legalábbis reményeim szerint. Úgyhogy ez a terv. Oké. Azt mondja, hogy a technika ördögei. Itt is van Geralt. Oké. Ha minden igaz, akkor rendben is vagyunk. Jó. Na, tehát itt hagytuk abba. Egy kis vallomással, hogy végül visszamentem és megnyertem a tornát, úgyhogy nem bírtam ki. És elkészült a kulipintyú is, ugye? Ezt már megnéztük múltkor, úgyhogy hát elég jól néz ki, maradjunk annyiba. De akkor nézzük, hogy mi a helyzet. Ezt biztos, hogy most meg fogjuk csinálni, ha már itt vagyunk. Beszélünk Marlinnal. Marlin. Ugye ő volt az, aki hát ez a nagyon csúnya elátkozott szörny volt ott a sok-sok kanállal. Megnézzük, hogy hogy van. Szerintem ezt is megnézzük majd, ha marad rá idő. Ezt biztosan, mert ezt okvetlenül, majd ezt mondom, hogy miért érdekes. Itt csak ezt is megnézzük, erről csak beszélni fogunk itt a Camerlengóval, hogy mi a helyzet. Gwentezni nem fogunk. Ezt is megnézzük. Ez ugye a sok-sok Grandmaster diagram, hát ezt majd szép lassan csinálgatjuk. Ugye itt vissza kell menni Hughes-hoz. Elkérni a szobornak a... hát a golyóit. Majd, hogy visszakérni. Szerintem már itt jó pár nap eltelt azóta. Ez nem tudom mi, de ez még lehet egy kicsit korai, majd ez picit később. Szerintem ezt is megnézzük. Ezt később, hát öklözni később fogunk. És ugye visszamegyünk Matildához és Liamhoz, ugyanis szerintem a meglepetés már készen van. Na, úgyhogy ha már itt vagyunk, akkor beszéljünk Marlinnal. Ez az első. Marlin? I do not know how I will ever repay you, Witcher. Don't expect to be paid. Hope you're feeling better, that's all. Oh, yes, I feel my strength returning thanks chiefly to Barnabas Basil's care. Horrible ordeal you endured. Glad I cut it short. Yes. Years of suffering. You know what was worse than the hunker? Watching my loved ones, my children grow old and die. All my family's long gone now. The last of my kin perished decades past. I fear I've nowhere to go. This is a big house, big estate. You can stay here. Truly? I could never infringe so on your hospitality. Yet... yeah? After all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourishes, to delight Hello, in the stop, tastes Sharush. And smells of spices. To sit at one table with others and eat. Don't see a problem if that's your dream. You could help Barnabas Basil in the kitchen. Eating his meals. You know he's not a culinary virtuoso. Nothing could make me happier. Thank you. No, thank you. House could use a woman's touch. I've one other thing I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables for my diary.
I never wed, so they remained unclaimed. These baubles are no use to me now, but to you, well, perhaps let them be a token of my gratitude. Dowry. If you wish to find them, You must go to my old home, to Trastamara. The dowry lies hidden in a barrel in the cellar. There are several barrels. You must give each a knock until you find the right one. Do okay. Just that. Thanks. I'd never expect someone with your past to feel drawn to the kitchen. Do you fear I will cook in your home as I brewed as a white? Counting on you having slightly better taste as a human. Of that, you can be sure. I loved cooking, even as a child. My gran was a true master in the kitchen. Her spit-roasted ox was famed throughout the land. Thought you were a lady, owned an estate. Do you mean to say a woman of my rank should have had a cook? You're right, of course. And I had the best of cooks. But I devised the dishes myself. They only prepared them. Jo, rendben. See you later. Take care, Witcher. And remember, you always have warm food awaiting your return. Ennek örülök. Ez fontos. Na. Jó. Hát itt már ki vannak pakolgatva kardok, páncélok. Kezd jól kinézni a ház. Hát pár dolog még itt hiányzik. Festmények ez az amaz, de azt majd idővel. Idővel. Illetve itt van nekünk ez az ágy, ami ha minden igaz ad plusz vitality-t. Így van. Azt mondja, hogy 1000-rel megnöveli a vitality-t 2 órára. Oké, bónusz XP harc során. Plusz egy charge ugye a bombákból és a potionökből. Illetve... Roachnak a staminája is megduplázódik. Hát jó. Az a baj, hogy... és akkor ott rajzol, írja is a buffokat. Jó. Na, ez egy hasznos dolog. Mondjuk, gondolom ezt a 60 meg 120 percet... Nem tudom, hogy in-game érti, vagy... Amúgy. Na, majd kiderül. De szerintem... in-game. Jó, na. Elindulunk a felfedező körútra, viszont előbb ide el akarok nézni. Mert itt van valami kis sidequest. Roach. Hello, kekerényi. Hát Roach nem reagálta túl a szituációt, de hát Istenem. Na gyerünk. Átmenjünk tökön passzuljon. Aha, ez a Candelacroix-nak a malma. Itt körülnézünk egy kicsit. Még jó, hogy nincsenek sokan. Csak a dodge.
Okay. Jó. Akkor hát belevertem, hogy még a mögött álló is meghalt. Oké. Hát jó. Hol mentettem? Szerintem otthon, amikor fölkeltünk. Szeretem, amikor így egy paraszt egy bottal vánsatol. Ja nem, itt mentettünk, jó. Nem megbántva a parasztokat persze, de... Azért csak egy Witcher vagyok, vagy mi. Nem nagyon vette föl, hogy főgyújtottam. Na jó, be kell melegedni. Rég játszottunk már megint. Na, most már csináljuk rendesen. Igen. Ez a critical hites kapa. Nem elég, hogy sokan vannak, még vánsatolnak. És ilyen 4 méter hosszú, tehát az is fontos. Kellett nekem ide jönni amúgy meg. Mehettem volna Marlinnak a vacskát intézni. De hát ha már itt vagyunk. Most jövünk erről. Mintha segítene, de... Hát nem tudom, Cservenek Balázs, de... Kezd bosszantani. Jó, még mondjuk csak most kezdtük. Pedig ugyanolyan szintűek, mint én. Amúgy. Mert én is 94-es vagyok. Na jó. Kénytelen vagyok. Muszáj lesz. Föltennem a Quent. Pedig az cheat, azt tudjuk. Ja, és úgy, hogy benne van, rajtam van a plusz 1000 vitality, ugye az alvás miatt. Jó lesz ez, jó lesz ez. Érzem az erőt a mai streambe. Itt érted, nulla páncél. Ilyen botokkal meg kapákkal. Vasvillával.
Nem jó. Jó. Hát... Oké. Már csak ez a fafej van. Jó. Megoldottuk, megoldottuk. Körül is nézünk, hogy itt mi van. Elveszük ezektől mindenüket. Semmiük nincs. Tápos gengszterek. Eladó a malom. Remek. Delacroix was out to sell the mill and adjoining lands. Tehát el akarta adni ez a fickó ezt a malmot. Rócs meg itt eszeget. Hát mondjuk mit csinálna? Segíteni nem tud. Na, nézzünk szét. No peasant's boots made these. Na, ezek már nem parasztok voltak, akik itt mentek. Mert nekik nincs nagyon komoly felszerelésük. Jó, hát ez ugyanaz a... ...is hirdetmény. A lábnyomok. Ez meg vér, fogadjunk. Blood. Lots of it. Not all human either. So this is where Detloff lost his hand. And where he quartered Delacroix. Oh. Definitely the scene of the crime. Not likely to learn much else here though. Itt tölte meg a Detloff a Delacroix-t. Jó. Oké. Okay. Hát legalább ezt is megtudtuk. Kell liszt. Jaj, ki kért lisztet? Jó, remek. Hát nem fogjuk elvinni. Jó, hát... ezt is megtudtuk, hogy itt halt meg az öreg Delacroix. Jó, akkor térjünk vissza a küldikhez. Irány Hughes. Az fontos. Adjuk vissza a szobornak a tökeit. I'm back. Shh, shh, not so loud. You'll wake her. She'll want another go. Wake who? Rosalinda? Louisa, her cousin. she's voracious. Got an inexhaustible appetite. But I'm tapped out. Ez végig az egész családon. What's the matter that the spirit is willing when the flesh
is simply spent. My heart near leapt out of my chest last time. Here, you must take the testes, and Lebioda grant you strength, as I dare say you will need it. Oké. Okay. Megvannak a golyók, vigyük vissza. Fontos teendők vannak itt, kérem. Nice tune. Oh, that's bad. Joints are aching. I have three doublets, none of which are suitable to show myself. Long live Tusa! Love, tears, itt is vagyunk. Well, have you recovered Reginald's family jewels? Yep, got them back. Lepiota's luscious lips, it's them! It's really them! I hope this modest reward nonetheless conveys the extent of my gratitude. And look in on us tomorrow for the grand reopening. You shall stroke Reginald at no charge. On the house. Remek. Jó. Oké. Okay. Na, akkor el kéne ugrani Vermentinóba. Azt hiszem, az következik most. Belgárdba pontosabban. Yep. Na, gyerünk. Am I invisible? Csávú nagyon ügyes. Good folk, have you seen these prices? Oh. I must have drunk it. Best cure for the beast, a witcher. Heya. Innen lóhátom, mert nagyon messze van. Milyen birtok ez itt? Az igen. Nothing to see here. Move along. Oh, Witcher, greetings. Kind of you to come. Matilda and I, we've a surprise for you. You two seem to be getting along. We are. There came a point we realized we had no grounds to quarrel. Things became altogether pleasant. And a bit spicy. Romantic, quite. Got it. Needn't say more. Glad things are going well for you. Meg is köszönném, igen. What's the surprise? Some new monster I need to kill? No, something far more pleasant. We've produced a wine. According to the best sommeliers, it might just dethrone Estes. We owe this success to you. So, if you'd agree... We'd like to name it after you. What shall we call it? Oh. Hát ne a Blaviken-i mészáros, mert az nem jött ki túl jól. Hát White Wolf, legyen a nevünk, csak olyan szerényen. Geralt de Rivia. Geralt de Rivia. Perfect. Nem bonyolítjuk túl. We'd like to send a few bottles to your home every so often. I'd be honored. Thanks. No, we thank you. Take care, Witcher. Na most már van saját borunk. Mármint, hogy... amit rólunk neveztek el. Zsír. Oké. Okay. Na. Lássuk, hogy mi van még itt. Ez az a Marlinos küldetés. A többit már rövidre zártuk szerintem.
Ja igen, itt a professzor Morónak a laborját kell még megnéznünk. Jó. Jó, akkor megnézzük ezt a Hunger Game-et. És utána megyünk Moró laborjába. Hát meg ezt is, erre is ránézünk. Jó. Na gyerünk. Már megint a musta teszi. Állj, milyen messzire megyünk. Slow now. Whoa. Messzire megyünk, úgyhogy akkor... Bizony gerjesztő ez a környék. Hát igen, itt volt a Marlin, ugye? Elátkozva. Elvileg itt kell legyen valami. Amit nekünk akar adni. Na nézzünk szét. Hát erre semmi nincs. Ott van egy szekrény. Borok, kanalak. Itt egy könyv. Még akár jól is jöhet. Mint hogyha ilyen kikimórokat hallanék. Még sose jó. Ó, és itt vannak a hordók. Teli van. Az is. Nem, ez üres. Na mi van itt? A 420 ko... 420? Oké. Okay. Gold Stick of Joy. That's awful pretty. It'll look great in the house. Majd kitesszük ilyen... hogy mondjam, trófinak. Itt van egy ajtó. Be van zárva. Jó, hát akkor a Gold Stick of Joy. Az megvan. Ezt kerestük. Mondjuk a 420 korona az nem olyan rossz. A Stick of Joy-jal meg majd valaki elfoglalja magát, aki akarja. Remek. Na, és akkor most mehetünk tovább. Megnézzük professzor Moró laboratóriumát. De hova megyünk? Ide jövünk. Na, keresgéljünk. Damn, professor's journal's long gone. Guess somebody else found out about it too. Should look around, see if I can find something else. Professor certainly can't do much to help me with my search. Tényleg? Miből gondolod, Geralt? Footprints.
Narrow and shallow. Somebody small, light. Woman, maybe? Wonder where they lead. Hát nézzük. Eddig. Damn it. Trail breaks off. Wonder if the grave robber learned more than I did. Won't learn anything else here. Map Yen sent me, I'll have to do. Also, Epitaph mentioned both Elrin and Dol Nevda, Valley of the Nine. Na, és ezt a térképet vajon megtalálom-e? Site marked on the map's all wet now. Sombra Tour flows through there. Must be where the Valley of the Nine once lay. Need to explore the location. Valley of the Nine. Jaj, ott el van árasztva, mert hogy a folyót betört. Aha. Hát jó. Nézzük meg. Ez is valami Elven Ruin lesz. Vagy ilyen tünde ruin romok. És az éjszaka közepén. Nem, nem az éjszaka közepén. Smile upon young Liam and Matilda. Adj Isten. Jó. Hát itt lesz akkor valahol a víz alatt, gondolom. Valamilyen barlangrendszerbe betételezem én. Ova, itt kell bemenni. Aha. De már látom, hogy ott vannak a drownerek, szóval... Crossbow van. Teszünk be valami normális boltot. Jó. Oké. Hol vagy? Ah, itt vagy. Popon lőttem kétszer, az mindig segít. Na, fölmegyünk levegőért. Aztán... irány. Aha, ott a bejárat. Hát, ha erre kell jönni. Na várjatok, már nem erre jelzi a térkép. Lehet, hogy itt még van előtte valami, amit meg kell nézni. Search the entrance. A bejáratot kell itt átkutatni akkor. Hát itt vannak ilyen ládák. Nagyon jó. Kis hétfesti sírablás, az így mindig benne van. Elfelejtkeztem arról, hogy elfogyott a levegő. Oda kéne betenni valamit? Ja, lehet, hogy egy izé kell majd... egy ilyen portál lesz. Aha. Ja nem, itt a portál.
utálom a portálokat. Na, mindegy, itt vagyunk. Grave Robber must have found something in Moreau's tomb to activate the entry portal. Wonder what surprises this place has in store. Nézzünk szét. Fogadjuk, hogy arra kéne menni amúgy. Hát lehet erre is csak. Hát igen, itt már lehet, hogy végül is átjutottunk. Okay. Hogy, de meg lett. Gyerünk tovább. Itt mi van? Egy láda, amiben nem volt semmi különös. Cserébe most jöhetünk itt a barlangba. Jó. Ha tudnám, hol vagyok, az lehet, hogy sokat segítene. Jöjjünk erre. Nem tudom miért. Itt láda. Nyersanyag, az majd fog kelleni sok. Jó, és erről, igen, erről jöttünk. Jó, hát akkor olyan nagyon nem tévedtünk el. Egyelőre legalábbis. Na nézzük, mi van erre. Kár lenne itt leesni. Moreau naplója. Jó, tehát ilyen extra, hát egy crossbow, sose járt. Tehát ilyen extra security óvintézkedéseket kellett tennie, mivel gyanús egyének rohangáltak a labor előtt, gondoltam.
just do this? Keresi a bajt. Jó, hát menjünk tovább. Erre mi van? Semmi. Akkor erre kell jönni valószínűleg. Oh-oh. Hát csak nem valami puzzle lesz itt. Mármint, hogy ilyen Witcher értelembe vett puzzle, mert azért... Course. Locked. Notes I found mentioned four protruding stones. Gotta press them somehow. Crossbow maybe? Could try to hit them. Mert azért ez mondjuk egy ilyen... Tomb Raider értelemben nem mondanám puzzle-nek. Ja, vagy ez nem is gomb. Jó, ott van még egy. És még egy van. Igen, valahol. Vagy lent lenne. Nem látom. Nem látom. Azt megnyomtam. Ezt is megnyomtam itt. Meg ezt is megnyomtam itt. Hát, esküszöm, nem látom. Ó, Kakó Duncan. Hello, és köszi. Nem találom. Még egy kéne, hogy legyen valahol. Vagy lent lenne. De hát akkor meg hogy jövök föl? Hát oda nem tudok szerintem lemenni. Hát igen, igen, pörög. Ki akarom pörgetni november közepéig. Mert akkor jön egy másik játék. Igen? Na, szuper. Láttam, múltkor bejött, megnyerték a selejtező versenyüket. Szurkolok nekik nagyon. Hajrá, hajrá! Hát... Igen, tehát ittem... Igen, ez nem Tomb Raider, maradjunk annyiba. Szóval négy nyitva van. Ugye? Hát igen, de tényleg ez nem a Shadow of the Tomb Raider, maradjunk annyiba. Ott rá lehet. Na hát, de ezt tuti megnyomtam, igen. Jó, azokat, azt is. Nem látom, hogy hol van amúgy a maradék egy. De tudja, hogy valami triviális helyen, csak nem látom. Azokat nem lehet szerintem megnyomni. Na, ahol jöttünk, ott biztos, hogy nincs. Így se látok, nem?
Erre se látok. Jó, hát ebben a teremben nincs. Hát igen, Kakodánken, pont ez a, amire gondoltam, hogy ezért kell végigjátszani addig. Remélem addig gépet is tudok újítani. De kezd egy kicsit elmenni a hitem ennek kapcsán. Mármint, hogy upgrade-elni pontosabban. Jó, beteszi a sötétbe, úgy könnyű. Na, és már csak egy nagy gólemet kell legyőzni. Seems someone put a lot of thought into its design. Should look around. Elsőre kappa, így van. Jó. Anyád, már bocsánat. Yeah, figured as much. Egy gargoly mancs. Valamire biztos jó lesz. Oké. Okay. Hát itt nincs semmi. Hát ezt ott hagyjuk nála. Fogadjunk, hogy ide kell a mancsot tenni. Vagyunk, hogy megfelelő sorrendbe kell menni. Ebben mindig is jó voltam. Na, keresünk valami nyomot. Azt mondja, hogy az a fickó néz valamerre. Hát próbáljuk meg akkor azt. Oké, Kakaodánken. Szurkolok nekik, mond neki. Mindenképp szurkolok. Na, ez nem ugyanaz a terem. Úgyhogy akkor keressük meg a... Hát, legyünk következetesek, menjünk mindig arra, amerre néz. Aztán hát, ha... Most itt van ez a pasas, de arra nem tudok menni, amerre néz. Hát mondjuk le tudok ugrani. Itt le tudok menni. És itt meg fel tudok mászni. Ja. De itt mondjuk két szint van. Hát nézzük meg ezt. Oké, eddig jónak tűnik. Ez megint egy másik terem, mi? Aha. Hát lehet, hogy lentebb kéne mennünk. Most merre nézel?
De erre nem tudok menni, az biztos. Ja. Hát, próbáljunk meg itt a emeletet. Hát, nem erre néz az a baj. Ahogy mondtam. Na jó, akkor még egyszer. Most erre néz, erre jövünk. Ez úgy működőképesnek tűnt. Itt eljövünk fölfele. Fel nem tudunk menni. Hát erre néz, hogy mintha azt mondaná, hogy jöjjek ide föl. Ezt próbáltuk, ez nem jó. Tehát ez biztos, hogy nem jó. Úgyhogy itt menjünk is tovább. Ide nem tudok bemenni. Hát nézzük meg ezt. Damn it. Back where I started. Akkor újra. Eddig valószínű jó amúgy. Akkor lehet, hogy ott kéne egy új nyomot találni valamit. Annak mintha ott más színe lenne. Egy kicsit. Megpróbálunk, lejövünk ide. Ezt nem néztük szerintem. Jó, nézzük meg ezt. Süti. Azt a... Fölvettünk egy sütit. Ez nem tudom mi. De milyen sütit? Ad 100 vitality-t. De az mondjuk nem rossz. Be is tesszük. A süti jó. Na visszahozott ugyanoda legalább. Nem vagyok közelebb a megoldáshoz. Mindegy, próbáljunk meg ezt most. Damn it, wrong again. Could be some clue around here. Eddig biztos, hogy jók vagyunk. Mármint, hogy... De olyan milyen régóta lehet már ott az a süti? Kéne valami nyom. Oké. Honnan jöttünk, azt tudni. Most így betippelni meg nem akarom. Milyen dolog már. Jó, itt volt a süti.
Ez jó lenne, csak... Hát nem tudom. Vagy lehet, hogy tökre nem erre kell jönni. Tehát már az első lépés is rossz. Na jó, arra voltunk. Erre még nem voltunk. Hát... Jó, akkor menjünk arra, amelyre most, hogy háttal van. Nézzük meg úgy. Jó, hát nem. És itt, hogyha erre jövünk, akkor se. Ja. Hát, igen. Jó, most megpróbálom, hogy ott nem fölfele megyek, hanem ide. Nem vissza, akkor arra kell menni biztosan. Biztosan arra kell menni. Nem az utolsót, nem tudom. Vagy hát, pontosabban a harmadikat, mert fene se tudja, hogy ez az utolsó, el. Na, és akkor ott van lent a fickó. Tehát oda lefele kéne menni akkor. Erre biztos nem. Hát, őszintén. Ezt próbáltuk, ezt tuti nem. Az biztosan nem. Az sem. Hát pedig akkor csak ez marad, de... De még nem tudok bejönni. Tehát ezt... Ez aggasztó. Próbáltuk mögötte is, ott se jó. Hát itt meg... Ide nyilván nem tudok jönni. Tehát ez... Felugrok ide. Hát ott szembe is próbáltam, és ott se volt. Oda föl. Ha. Hát hogy azt próbáltuk már. Most ezen gondolkodok, lehet, hogy itt még nem is voltam. Na nézzük. Oké. Okay. Legfelső szinten nem voltunk. Na, a professzor laborja. Jó sok cucc van. Bár lehet nem kéne kirabolni, de... Mutagenek. Van itt minden. Guessing this man didn't come here willingly. Intriguing as machinery goes, but how do I start it up? Preserved organs. Hope their donors weren't forced to give them up. Hát... Gyere át. A legtöbb szervent muszáj úgy, tehát nem van más lehetőség. Jó. Na nézzünk szét, itt van ilyen megaszkóp kristály. Nagyon jó. Quite the library. Mostly tomes on mutations and genetics. Arra kell majd valószínű tovább menni. Empty. Wonder who was kept in here. Ott is egy megaszkóp kristály. Itt meg egy megaszkóp. Crystals. Should mount them in the megascope. Missing two crystals. This crystal must go here. All crystals in place.
Show me what you got. Just need to pick an entry. Che si cosa la in? Na lássuk a professzor kutatásait. The 18th of Yule, year 1102. Today I begin my great life's endeavor, one greater and more significant than any I have thus far undertaken. For it relates to me personally, to myself and my son. When 15 years passed, a beast of the forest assaulted me. A witcher came to my aid, saved my life. I could not know that for said salvation, I would in the end pay by relinquishing any say as to my own son's fate. Had I the skill to turn back time, I would have done so, and perished rather than surrender to the Witcher as my only son. But as it was, on the day when Jerome was taken, I swore an oath on my honor that I would recover my son. Today, following years of research and preparation, I have at last devised a device that allows me to study mutations. If the gods in their goodness grant me but a bit of favor, I shall find a way to reverse said mutations and restore Jerome to a normal life. Okay. Tehát akkor a fiát odaadta a Witchereknek. Wasn't out to enhance Witcher mutations, wanted to reverse them. Wonder if he managed, and if there's anything in it for me. És a Witcher mutationokat akarta visszafordítani, tehát azokat, amiket a Witcherek a folyamat során elérnek, úgymond. Observation 22. Despite applying a surfeit of toxic substances, significantly more than usual, the subject displayed no symptoms of overdosing. I believe this to be an effect of the mutations. Thus, a minor success. This mutation should allow Jerome better to tolerate toxicity. Mhm. Érdekes. Observation number 30. The mutations do not set in at once. Curiously, they do not develop over a span of time. Rather, for a mutation to progress towards completion, the appropriate mutagen must be applied continuously. The subject does not bear this well, but I found a way to make the mutations less taxing, invasive. To the mutagen base, I add the albumin of a mutated giant centipede egg. Stored in a glass terrarium, the eggs do not develop, remain small. The eggs themselves are a sight to behold. Mutated, they are luminescent, emitting a wondrous glow. I can only hope my addition of the albumin will produce no significant side effects. Time will tell. Mm-hmm. Hát itt a mutációkat vizsgálgatja. Observation 58. Sometimes failure is the catalyst for success. I've discovered a method by which one type of mutagen may be transmuted into another through the addition of certain ingredients. This is a great day for science. In addition, I observed that today's dose of mutagens brought the subject to the brink of death. He then suddenly awoke, revived, his strength renewed. Not wholly, of course, but he did in a sense come back from the edge of death. Whether this is attributable to his mutations or to pure coincidence cannot be ascertained. I must conduct further experiments. Jó, tehát elkezdett működni, de még nem volt benne biztos, hogy ez a jó. Nézzük meg az utolsó bejegyzést. Years of experiments, research, sacrifice.
all for naught. I have failed to achieve my defined objective. Oh. Each mutation I applied to my subjects proved ineffective when applied to Jerome. What I meant to cure him of his witcherism, that which I meant to restore to him a normal life, only deepened his mutations, further augmented his speed and strength, rendered him yet more inhuman. Mm. It seems my son must remain a witcher forever. Tehát tovább erősödtek a képességei, ahelyett, hogy visszafordultak volna. To abandon this place. Return home to Lydia. She may have deigned to take me back. Ez érdekes. The contraption and mutagens I leave here. Let them wither and crumble. As did my dreams of regaining my son. Hát jó. So the professor wanted to reverse the mutation's effects. Ended up deepening them. Stroke of luck for me. Could profit from his failure. So, the professor tried to neutralize the effects of Witcher mutations, only managed to enhance them though. Used the albumens of giant centipede eggs as his mutagen base. Need to go on an egg hunt. Jó, tehát kell szereznünk centipede petét. Hát gondolom, a rovaroknak még mindig petéjük van. Bár lehet, hogy ezeknek akkora, mint egy tojás, de... Na mindegy, akkor gyerünk itt a járatokba, keressünk... De érden kell. Jó, gedvás a fal, már bocsánat a kifejezésért. Tovább kellett volna ugrani. Semmi gond. De nem dobott tojást. És itt nincs is sehol. Albumen. Hát a biológiai tudásom most elfogyott. Még ez az albumen. De majd itt... Jobbat kell ugrani. Ez a tanulság. Meg gyakrabban kell menteni. Az a másik nagyon nagy tanulság. Pedig van nálam süti is, nem tudom miért nem használom. Na, akkor újra. Thank you.
need your eggs. Egyiknél se volt albumán. Jelentsen az bármit is. Talán itt lesz majd. Kell neki egy. Tojás. Ennyi kell. Visszük mindet. Oké, most miért érzem azt, hogy meg fog támadni valami nagy ilyen anya ezerlábú, vagy százlábú? Hát nem fog. Hát jövünk itt a B ajtón. Na, meditálunk egyet. Ki tudja, hogy mi fog történni. És akkor... És oda akkor be kell állni. In a point, the machinery in full gear. And how do I start to drop my armor, leave my weapons? Professor's mutagens might work on me as they did on his son. Well, time to find out. Na, lássuk. Oké. Okay. Jó, hát amúgy ez volt az a... Tulajdonképpen ez, amit ez kifejlesztett, csak nekünk ez már teljesen készen van. Jó. Na, visszaöltözünk, mert nehogy már így menjünk ki az utcára. Akkor hagyjuk el a labort. De még erre lesz valami rövid út. Power cell for portals. Feels dead. Maybe a sign will revive it. És itt vagyunk a vízben. Ahonnan indultunk. Jó. Na hát ez is megvan akkor. Szuper. Jó. Na lássuk, mi a következő. Mit is akartunk? Hát nézzük meg ezt a Night for Hire-t. Mert ott még van egy dolog, amit meg akarok nézni. Na, hova megyünk? Vissza a városba. De lóháton.
What now, you piece of filth? No way. Medve is, van itt minden. Futi, futi. Irány a temető. Remek a hangulat. És innen meg befast travelünk szépen a városba. És megnézzük, mi ez a Night for Hire küldetés. Beugrunk a főtérre is, hogy ott mi a helyzet. Vagy piac térre inkább. Famed Geralt of Rivia, are you not? Kamerlengó. A courageous heart overcomes all hindrances. Amara. Fiddlesticks, these numbers don't add up the way I'd like. Az baj. Na nézzük. Brave hero. I am Raphael de Sermann, and I am the Ducal Camarlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads, protecting Toussaint from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed appropriately for these toils. Note, sir, that should you successfully smash hands, save a brother knight from peril, or extract a captured merchant from the hands of cutthroats, come see me. You shall be rewarded. As you. Speaking of payment, much is said in Beauclair of your bravery and dedication. Thus you've secured a claim to compensation. A sign here, please. Jaj, már valamit meg is csináltunk? Can't help but be curious. Where do the funds for those payments come from? The Ducal Treasury, of course. Her illustrious Highness Anna Henrietta assigns great value to bravery and selfless patriotism. It is her standing order that any knight. Jó, tehát tulajdonképpen, hogyha felszabadítunk valamilyen kis területet, vagy financial compensation for his dedication, elkapunk pár banditát, akkor kapunk pénzt. Ez jó, hát velemben ilyen nem volt, érthető okokból. És valamit árul is? Ja, a könyveket. Oké is. See you later. Go in peace for a night. Aha, és jaj, egy már kész van, tehát 1/15. Akkor azért fizetett az előbb? Greetings, knight. Ja. Jó. Well, see you later. Go in peace for a night. Ja, és akkor így most kiteszi nekünk a térképre. Ó. Hát azért van. Erre nem is voltunk még egyáltalán. Itt is van egy csomó. Hát jó. Majd ez egy külön stream lesz szerintem. Oké. Na, akkor nézzük meg ezt. Szerintem. Hát, vagy sorrendben ez van. Ugye szintek szerint. Mondjuk a Fist Fury lenne, de az egy külön stream, mert az viszonylag hosszú. Vagy hát... Majd meglátjuk, milyen hosszú lesz. Before long, you will have to look to fairy tales to find the witcher. De akkor benézzünk most a piac térre, hogy ott van-e valami. Hát nem tudom, hogy erre eljutok-e oda. Á, igen. Nice tune. Hát szerintem itt meditálok egyet. És akkor utána megyünk tovább. Oh.
Mimo. Snow White! Name's Geralt. What can I do for you? That hair, the scar, the frown, it's all perfect. Something you actually want from me? Or are you just gonna go on gushing about my attributes? Attributes. I admire, good sir. Admire and desire. Such a threat in the eyes. Oh, so manly. If you're trying to get me to meet with you some evening, afraid you're just wasting your time. An evening? Impossible. I shall require the soft light of mid-afternoon for this portrait. Portrait, akkor. Portrait? Indeed. Yours. En face. Actual size. With the finest vista Toussaint affords behind you. No. Pose for me. You must. Naturally, I shall pay the compensation due to you for your modeling services. Hát jó. Don't see why not. Úgyis kell egy festmény a falra. It shan't, never worry. We've but a short distance to journey into the hills outside of town. A perfect landscape perfectly to frame your perfect physiognomy. Let's go then. I need only fetch my easel and palettes from my studio. We shall meet at noon at the western gate, near the palace. From where we'll venture forth together. Fél óránk van odaérni. Úgyhogy haladjunk. Mi szerintem nem fogunk odaérni fél óra alatt. Á, de. I'm here. Let us go. We should arrive in time to have the best light of the day. The chiaroscuro we shall capture. Just glorious. Haladjunk. Let's go. The things I do for art. We had best ride there. But we'll arrive faster and less fatigued. A work of mine. Turtle dove or the heath. Hangs in the ducal palace. So does a cockatrice I cut down once. It's stuffed, maybe even with heather. I once had a cockatrice feather brush. Best thing for laying down tempera. I no longer have it, sadly. My blasted cat swiped it. Why would a cat want a brush? To paint with, of course. And it was no common brush. Fantastic, as I said. And fantastically expensive. De tulajdonképpen a macska vette el az ecsetet, hogy már festeni akart. Nyilvánvalóan. He copies the works of his betters, and poorly at that. Your cat? Yes. Pierre Auguste Moustachois. It's no surprise you've not heard of him. He's a second-rate hack and a thief. We'll continue on foot. Hát jó. Ladies, gentlemen, my lieges, forgive me for being forward, but have you perchance seen a set of paints and brushes nearby? Eugenie, I believe this peasant wants something from us. My paints, my brushes, I had prepared them. They were here. We've not seen any journeyman's tools, my good man. Of that I assure you. There a problem? Yes, an immense one. I cannot possibly paint without my paints. I'm done for. Unless you would be kind enough to locate them? Oh, in there. Damn it. Sure you left them here? Yes, right there. I'd prepared everything. Set it out, ordered and organized. Might have toppled downhill or something. Fine, I'll take a look around. Jó, hát nézzünk szét, nyilván. And not vice versa. Right you are, Fingal. Take Baron de Cordell for one. A
that nose. What, Erinj? And now he's begun courting his cousin. Spilled paint. Reeks to high heavens of turpentine. Footprints smudged. Valaki lenyúlta. Kövessük a nyomokat. Meg a szagot. Got paint drops here too. Stain could very well be a lead. Na vajon, ki volt ez? Got paint drops here too. Ha már itt vagyunk. Neckers. Like they made off with the paints. Question is, why? Don't tell. Jó. Talán elfogytak. És itt a festék. Don't look ruined. Painter should still be able to use them. Jó, hát gyerünk vissza. És erre kellett jönni a Vivient megmenteni, vagy hát... Jó, menjünk vissza. Itt van egy kis ösvény. És a festő. Found your things. Splendid. Where were they? And is this all you found? I left so much more. Should have kept it all with you, not left it lying around. Followed some paint tracks to a Necker lair. Seems the beasts made off with your supplies. Used it to paint a fresco on one of the cave walls. Looked something like a battle scene to me. Impossible. They splashed paint on the wall in a rage. Unimportant. In any case, it's a good thing you found the basic colors.
Shall we? While waiting, I spied a superior spot. Hát akkor menjünk. De a világ is esélyes, amúgy. We have had fantastic luck with the weather. The light is perfect, absolutely perfect. Painting this masterpiece gonna take long? A mere 6 hours. The sun won't allow us to work any longer than that. Oh, but the time will fly by. We'll chat, swap tales. Better yet, let me down a potion. Time will definitely fly by in a state of lethargy. No need to swap tales. No, no, no. Your expression, your posture, they must be just so. You must look alive with fire in your gaze. Lethargy is out of the question. Come on, give it some thought. You could title the painting, A Witcher Lying Senselessly on the Heath. You jest. A jesting witcher. Itt vagyunk már. This the place? Yes. Just look at the view. Breathtaking. Hát elég jó. Background for our masterpiece. Pretty, I guess. Now, you must carefully consider in what pose you wish to be immortalized. All right. Considering. Mik a lehetőségek? Tényleg jól néz ki amúgy. All is ready. We may begin. Have you decided on the pose you'd like to adopt? Heroic. Egyértelmű. Maybe I could just stand. Sword in hand. Ah, splendid! A heroic pose, of course. Tartsd 6 órán keresztül a kardot. The bold warrior, his sword held aloft, ready to run at the, well, that willow over there. I will paint in a griffin later. Shall I begin, or would you prefer to adopt another pose? Ez teljesen jó. Go ahead. Now, be so kind as to adopt that look you gave me when I first asked you to work with me. That intense scowl of an angry wild ram about to butt heads. Yes, excellent. Now, hold that. Do not budge. Hát reméljük szép lesz. This gonna take much longer. Not much, jó a fény, not much at all. We'll run out of daylight soon. Please, keep your head still, in the same position. Fine, I'll try. I'll also try to remember to never trust a painter again. Griffin! Yeah, I know. You'll paint one in later. Gods! A griffin! Shit. Run and hide. Dearest mommy! Pretty short. Na. Hát itt sokáig fog tartani.
Az jó hír, hogy ez nem bánsató. Tehát egy hiba benne van. Pontosabban benne lehet. Tesszük a Golden Oriole-t a süti helyet. Mert az kelleni fog. Jó, hát nincs sok élete már, úgyhogy... meg lesz ez csak. Na. Is it safe? Yeah, come on out. And no wonder no one ever came here. It was a griffin's hunting ground. Oh, that thing scared me to death. Not quite to death. You are alive. Not least because you chose a witcher to sit for you. How's the painting? It survived too? It did. But I cannot show it to you now. I never display unfinished work. Hmm. You can see it tomorrow, after midday, where we met. I shall display it in the market square. Tehát holnap délután. Monstrous beast. Shall we immortalize it in the painting? Hogyne. Yeah, let's add it. Carcass can serve as your prop. Splendid. Hmm. Interesting color palette. And the textures, and the proportions. It will do. Yes, it will do. But I shall paint it in later, in my atelier. There's an excellent illustration in the Encyclopedia Maxima Mundi. I fear this specimen is, well, too far cut and chopped. Ah, very well. That will do for now. I shall polish the details later. No point struggling on in this fading light. Ah, I almost forgot. Payment for your troubles. And I thank you for saving my life. Though, in doing so, you did also save your likeness. For posterity. Jó. Hát egy trofit azért felvesszük. Miért is ne? Jó, és akkor azt mondta, hogy holnap délután. Holnap délután menjünk. Mert addigra lesz kész a festmény. Hát ez a map, ez tényleg baromi jól néz ki. Jó. Hát... azt mondja, hogy mit is kell csinálni. Jó, a piac térre kell majd nyilván visszajönni. Igen. Hát nem ezt csináljuk, hanem ezt. Lehet, hogy addig ránézünk erre. Hát úgyis itt van közel. Akkor megnézzük ezt a kérdőjelet. Hát, mondjuk hajnalba. Sötétben nem szeretek, mert nem látok semmit. Úgyhogy hajnalba megnézzük ezt. Elvileg itt van közel, de hát hegyen vagyunk, szóval fene se tudja, hogy mi az, ami közel van, meg mi az, ami nem. Harpia.
Okej. Gyanítom, ez a kérdőjel nem itt van, hanem alattunk egy barlangba. Jó. Menjünk tovább. Father Knows Worst. Nézzük már meg, hogy mi ez. Valami barlangba akar bemenni a fickó. És arra kér segítséget. Hát jó. Nem tűnik olyan bonyolultnak. Lehet, hogy ott van abban a barlangban a kérdője. Jó, hogy egy szörnyfészek, értem. Help! Help us! Someone! Please! Hát de minek néz be, hogyha... Monsters! Monsters there! In the cave! We managed to flee, but Hugo remains inside. Hugo? Our brother. He's still in there, inside. Help us find him. We'll pay you for your toil. You post that notice about an escort? Yes, we did. And not without cause, it seems. We waited some days, yet when none answered, we risked the expedition unaccompanied. Fools we were. We'd have done better to show patience. Wait. Poor Hugo. Left to an unknown fate. Mm-hmm. Noticed what attacked you? There was no time. We ran for the exit as soon as we felt the earth quiver. But Hugo, well, he went the other way. So, monsters crawl out of the ground? I suppose... In truth, I don't know. We just ran. Did not look back. Why minek mentetek be? There? We... lost our way. Mistake that cave for the high road. By the hair on my chin. What difference does it make whether we went in for a stroll or to gather students? Hugo remains inside, in grave danger. That's what matters. Will you go in after him or not? Every second could be vital. Na jó. Gyerünk. Fine. I'll look for him. You two stay out here. Jó, hogy nincsenek sokan. De miért van ilyen magasan a mérgezésünk? Warrior is van. Oké, lehet, hogy már csak az van. De miért van ilyen?
Oké. Na jó, most próbáljuk. Csak jó lenne látni. Sokan van. Ezért van a mérgezésünk ennyire fent. Bedobok egy ilyet. Hát rugóból nem sok maradt valószínű. Összeszedjük a maradékot. Valami bug van a térképen. Na, keresünk meg Hugót. Bár szerintem nem sok maradt belőle. Ott egy kard. Fresh blood on the blade. Weapon was Hugo's. Oh, itt van tojás. Hát ezt itt megsemmisítjük. Arra nem tudok fölmenni, gondolom. Nem. Még veszek egy torcsot, mert semmit nem látok. Ó. Oh. Menjünk tovább. Nézzünk be ide. Semmi. Ott van egy place of power. Nem jó. Oké. De mit csinál? Köszönöm, nem látom. Beszpónol mögém. Nincs túl sok életünk.
Jó. De még mindig vannak. És bejönnek ilyen helyre. Jó, meditálunk egyet, hát ha nem spawnolnak újra. Csak hogy legyen potionünk. Ezek nem itt vannak. Itt van legalább egy place of power. Magic. A place of power. Erre sincs semmi alapvetően. Akkor lehet, hogy itt tényleg csak... Ó, egy láda. Egy kis... nyersanyag. Oké. Okay. Á! Egy levél. Hát sajnos nem érte meg, hogy szkorál legyen. Kikimores prefer cooler environments. Probably why they keep their distance. Damn, water's hot. Get burned if I don't watch it. Could use some protection. Maybe Quen'll work. Jó, és mit keresünk? Hát ott van egy csomó láda, az addig tiszta. De igazából Hugót keressük. Hát de ha már ezek a ládák itt vannak, ne maradjanak már itt. Hűha. Viszont elfogy a Quen. Ami nem jó. Azt a ládát még okvetlenül kinyitjuk. Meg ott is volt egy mintha. Aha, ott. Jó. Na aztán tipli. Na, itt vannak nyomok. Blood trail. Could be Hugo's wounded. Csak nem ebbe az irányba, hanem ebbe az irányba. Hugo? You, Hugo. Your brother sent me. Ja! Dizzards! Scoundrels! Tartmongers! They attacked me, but I fended them off. No. Now, they sent a brigand to finish the job. What are you talking about? Ran into them outside, claimed monsters attacked. They ran, made it out, but you got stuck inside. They asked me to help you. Is that what they told you? The lying weasels. More trickery on their part, I'm certain. Whoa, slow down. What's this about? I'm Hugo Monar. My father, Victor Monar, you may have heard of. A cognac distiller he was, famed for it. Before he passed, my brothers and I would quarrel over who would inherit the family business. So, father decided he would force us to work together. He broke his still down into its parts. Three of them he hid, telling each of us the location of one. When my brothers learned my part, the last,
was hidden in here? They decided they did not need me anymore. They decided to cut me out of the business, literally. We argued, fought. The noise must have woken the beasts. My brothers ran for the mouth, while I ran deeper in. So you came here to find a piece of a still? Mean this thing? Yes! Where did you find it? Bottom of the pool of a hot spring. Really hit it well, your father. Your pay. It is not much, I know. But I promise you good prices. The better once the tavern is open again. Hold you to that. Now let's go. Brothers are probably getting antsy. Nézzük meg a tetyákat. Mi történik idekinn? Wait, see there? My brothers! They've rounded up some thugs. They mean to attack me. We don't know that. Would you try to tell me it's a coincidence? That they return with an armed band? They've come for the last part of the still. They won't kill me for it. Please, you're my only hope. Kill them. Elsewise, they'll kill me. Kill your brothers? You want that? Well, perhaps not them, but the other roughs, for certain. As to my brothers, I don't know. You couldn't perhaps render them harmless? Will you defend me? Not about to start cutting folk down because of a family squabble about some spare bit of machinery. We're going over there, and you're gonna settle this. Talk it out. But should they attack, you will protect me, will you not? If they attack, unprovoked. Let's go. Legyünk bölcsek és higgadtak. Ez nagyon fontos. Hugo! Are you well? We were worried! Why do I doubt this? Listen, while you were in there, we realized this tiff is senseless, idiotic. You might have been harmed, gravely, and that's something we could never live down. Lucien is right. We must bury this hatchet, work together as father wished it. Claim to come in peace. But then who are these men? Hunters. Who had made camp nearby. They spotted us and asked if we had no need for their aid. You went in, were gone a long time. With his men to help, we thought we might come to your rescue. All right, glad to see you've made up. Now I really need to get back to my own affairs. Naturally. Your payment. We thank you for your help. Should you ever find yourself near the Clever Clogs, you must stop in. Superb, Cognac! Clever Clogs. Will do. So long. Mindenképp megnézzük. Jó. Na. Meditáljunk egyet, és akkor menjünk el most már a festményért. Mert az lassan készen van. Melyik volt az? Igen, ez az. Mi van itt a közelbe? Hát semmi. Egy fast travel point nincs. Na mindegy, akkor... Hát esetleg megnézzük itt, hogy van-e. Bár lehet, hogy ez, hát szerintem az ilyen... Nézd, akkor irány a palota és onnan majd fast travelünk akkor.
fra qui non è lontano. Hát, a fene se tudja, hogy merre kell menni, megpróbáljuk erre. De hát nyilván fölfele. Ha a hegyen van a palota, akkor... Nyilván nem lefele kell menni, hanem... erre. Yes, a face no ointment could help. Ez jó beszólt a csávó. Jó. Irány akkor a belváros. A smashing place we have. Wait one day. Jó, hát akkor... Elvileg már megvan az egy nap, de nem baj. Na, végül is. Greetings. Geralt, nem rossz. There you are. So, our painting. Are you pleased? Is it to your liking? Do tell. Fogalmam sincs. Don't know much about modern art, but seems nowadays being true to life counts for less than other qualities. Do you refer to the fact I painted you au naturel? All the greats do that these days. My point exactly. Changed quite a few things, some of the details. Eustachio Wall embellished this much too. To look at his paintings, one can hardly tell if the subject is depicted en face or in profile. Why, even in color or in monochrome, he's an amateur. Guess I ought to be glad he wasn't the one to paint me then. A macskája. Aki ellopja az ecseteit. Perhaps you'd care to buy the painting. Given our rapport, I shall take a loss. For you, I'll part with it, I will, at a special price. Kitesszük a falra okvetlenül. Interesting memento. Though I'd hardly call the price a bargain. Indeed. Few have the sophistication to appreciate my technique. I sometimes go hungry as a consequence. All right. At least this way I'll be able to control who sees it. Thanks. No. Rendben. Akkor... mi van még itt? Ugye van ez. Ezt mindenképp megnézzük. Hát ez szerintem később, mert ez még lehet, hogy nehéz lesz. Megnézzük ezt, és utána befejezésképpen irány alá szélavi. Csak mert muszáj elmennünk az Arondhát. Mert ez kelleni fog. Lamet, my friend, it's common knowledge of vino negro yields the best sweet blend. Na gyerünk. Rócs megint bebugolt, nem lehet vele vágtatni. Nem baj, mondjuk messzire nem kell menni. Az a szerencse.
favágó. Na nézzük. Jacob. Ott vérzik a fa. Ez nagyon érdekes. Heal Moholt down. Who asks? A Witcher. Saw your notice. Hold up. A Witcher, you say? Like in Luis Herrera's Tales and Fables. Luckier than a green bleeding leprechaun I am. See? Not a soul around believes this tree is Daphne, the cursed lady of legend. But you, you could lift the curse. Egy fűzfa. Bit too old to believe in bedtime stories, aren't you? Want your chops busted, Witcher? How old I am, that is none of your porking concern. Fair point. Not my business what you believe, either. Huh. I'm content we see eye to eye. So what makes you think there's a girl cursed inside the tree? Well, I came out with my dog, Moholt, to cut her down. Axe in hand, a broad swing I took. The edge burrowed deep in her trunk. And bum botch me if blood didn't spurt forth. My jaw dropped. Basic of thought. But right then I knew. Every jot of it in the tale of Daphne, Gareth, and the Witch of Lynx, Craig. Don't tell me. From Herrera's Tales and Fables. You porking bet. Second edition. Amended in octavo. I know those tales by heart. My nan read them to put me to sleep. Guess she read it cover to cover, colophon included. None easy. Let me take a look at the tree. Careful now. Longer, Lady Daphne. Swear I hear sobs in the rustling leaves. Actually does bleed. Looks like human blood too. The bark resembles hypertrophic scars in places. Medallions humming like crazy. Intense magic at work here. Hát valami van, az biztos. Logger was making good time. Strange though. Willow's isolated. No other trees near it. Shape of the stain. And did you look at the tree close? Valami van. Actually does bleed. Pretty incredible. Looks wondrous. Did I not say so? Willing to help. Nézzük. But first I gotta figure out where to start. No need. I know it all. No. Miss Daphne and Sir Gareth shared a terrible and fearsome love for each other. Yet to prove himself worthy of her hint, Gareth was to face the Witch of Lynx Crag. Before Sir Gareth set off for the hill, Miss Daphne gave him her kerchief, a token of her favor. Let me guess, he never returned. He did not. She stood here, day upon day, night upon night, trying to spy him. Till she sprouted roots and turned into a tree? Wonder why? I will fecking tell you why. To await the moment when Gareth returns, kerchief in hand. That is the power of love. The power of longing. So you must scale Lynx Crag. Search there for a means to free Daphne. I will give you my book of tales to refer to. And good luck, Witcher. Jó, hát akkor könyvben megvan, hogy mit kell tennünk. Jó, hát ezt a szellemet kéne valahogy, hát elküldenünk tulajdonképpen. De elugranunk Lynx Craigbe. Oké. Okay.
Hát gyerünk. A sárga rigó. Te mit csinált? Van egy olyan érzésem, hogy erre kell jönni. Jó. Még ott lent meg farkasok vannak. Remek. Itt van lent egy barlangbejárat, de mi nem arra megyünk, hanem föl ide a házhoz. Igen, ide. Hát nézzünk szét. Az igen. A játék úgy dobott ki, ahogy ez csak kell. Hát akkor elindítom újra. Ilyen se volt. Hát egy volt még a legelején. Se baj, megvárjuk. Itt is vagyunk. Mondjuk az, hogy egy ilyen hosszú játék másodjára dob csak ki, azért ez nem rossz. Na, szóval itt vagyunk. Remélem, most nem fog kidobni, amiért leveszem a falról. Spell enhancements or trophies. Arrow broken in half, no doubt to bring bad luck to the archer. Branch off a grapevine could be to ensure a good harvest. Venige. Or a bad one. Doll looks like an accessory for casting curses. És a zsebkendő. Silk kerchief, monogrammed DF. Could use it to break the curse if it's Daphne's. None but feral cats stray in here most oft. Yet it seems I've a guest from afar at that. What do you seek in my home? Already found it. You do not aim to lift the curse from the tree, girl, do you? What if I do? Then you had best know you waste your time. The old tales? Did your Nan not tell them to you?
Even I, the Witch of Lynx Crag, would be hard-pressed to overcome the power of love and longing. The Lady's Knight, you ever make it here? Sir Gareth, yes. He came to sway me, but had a quick change of heart. To be precise, it came after the first night we spent together. He stayed a fair while. Then his conscience got the better of him, and he resolved to return to his beloved. Might have resolved to, but never made it. A tragic fate befell him along the way. You have anything to do with this turn of fate? Of course. Was I to let another woman have a man who belonged to me? I could not abide it. Hát ne fenyegessük meg. Vagy igen? Refuse to help me, and I'll make you regret it. And force you to. Do you know what really makes my blood boil? Bluster! Threats, especially beneath my own roof. Nem volt jó ötlet lehet. Wouldn't need to use either if you'd cooperate. How would I do that, given you will soon be dead? Awesome. Akandar! Hogy kiuk? Jó. Maximum az életem, még nem mit számítana. De jó van, kezdjük előről. Most jól. Amúgy a inventory management kell egy kicsi. Úgyhogy azzal kezdjük. Már nullán volt az életem. Ez kell nekem. Hát nem, hát. Nem kellett volna megfenyegetni, ez az igazság. Amúgy ez ugyanaz, mint a Kiramec. Teljesen ugyanaz. Hát, nagyjából ugyanaz. Csak nagyobbat üt. És ez is úgy kezdi, hogy belém ver egy nagyot. Nem baj, jó lesz. Most jó lesz, érzem. Jó. Picit bebugolt, de nem baj. Have bested me. Tradition ordains, I must grant you three wishes, it seems. You know exactly why I'm here. Very well.
I will help you. Albeit I pity the lass, not at all. I shall do what I can to break the curse that imprisons her soul in the tree. Why should I trust you? A word once given, I always keep. Now be gone. Leave me be. I can tend to the rest alone. Mm-hmm. Remember the deal we made. I have given you my word. I will keep it. But you. Okay. Legyőztük, és megígérte, hogy feloldja az átkot. Hát ide már nem tudunk bemenni. Ez a macskája. Jó. Editálunk egyet. És lehet, hogy benézünk még abba a barlangba, ami itt van alattunk. Ja. Egyenlentebb. Nem tudom, hogy a farkosok itt vannak-e, remélem nem. De ott vannak. Nem nézünk be a barlang, menjünk tovább. Mármint, hogy vissza a fához. Majd megígérte, hogy leveszi az átkot. Hát nézzük meg, hogy valóban megteszi-e. Ja, gyerünk. Másik bejárat. Csak benézek ide is. Mondjuk ez ugyanaz a barna. Ja. Esélytelen. Na, tényleg megyünk vissza. Nem vacakolok itt ezzel. Húzom az időt csak. Hát azok ott mit állnak? Na mindegy. Gyerünk vissza. És akkor megnézzük, hogy mi lett a fával. Megküzdöttünk a boszorkánnyal, úgyhogy elvileg teljesítenie kell a kívánságunkat. Gyere! Na gyerünk!
nem, akkor visszamegyünk és újra lekezeljük. Jacob wouldn't abandon the tree of his own free will. Need to find him. Fresh blood and clear, deep prints. Looks like Jacob fled, chased by his dog. Morholt. Morholt? Where's your map? Damn it. How do you like that silver? Check on Jacob. Hello, Skookies. Which freed the ghost from the tree, as promised. Failed to add the Spectre'd be insane, full of pain and rage. Possessed the first living creature it ran into, the dog. Dog then killed Jacob. Farewell, chivalrous woodsman. Sorry it ended this way. Life's rarely like a fairy tale. Still, folk have gotta have faith, believe in something. Hát igen, kiszabadította a fából a nőt, csak megszállta a kutyáját. Hát nem lehet mindig happy end. Te erre szintet lépünk, hát nagyon jó, gratulálok. Jó, na hát akkor a mai nap zárásaként menjünk el az Arondite-ért. Okvetlenül. Mert az nagyon fog kelleni. Lacklevy. Oda kell mennünk. Gideon. Hát megyünk a tökön passzoljon, szokott módon. Jó. Hát ezen javítunk egy kicsit, hogy el ez. Igen. Ezen is. Jó. Na gyerünk. Like who? Like a pond skater. Who are you thinking? No matter. I suppose you thought nothing else in life could surprise you, eh? Wrong. No. Hey, happen to know how the hell I can walk on that water? Naturally, I know. Since time immemorial have I dwelt in solitude on this shore, and I can testify to the extraordinary nature of the lake. What's so extraordinary about it? I mean, besides the fact that you can walk on its surface. A sword, most wondrous, lies in its depths. I watch it. As Arondite. The blade may be grasped solely by one who possesses the five chivalric virtues.
Folk call me a lot of things, but virtuous? I don't know. Yet I do know. For I know who you are. You have proven yourself capable of great sympathy. You are a man of honor, as many can attest. Of humble means yourself. You showed generosity to others. Your valor is the stuff of legends. Reason guides your actions, as it does those of all who are wise. You have proven the five chivalric virtues dwell in your heart. Mean the sword's mine? I can dive in and take it? The sword deserves the hand of a master. You must prove your skills are worthy through combat atop the water's surface. Are you ready? Tehát meg kell küzdenünk vele. Anytime. I was born ready. Then draw your blade. Erről nem volt szó, hogy rögtön úgy kezdesz, hogy... Ez valahonnan ismerős. Csak ez a forgó szél lenne, még ezt nagyon utáltam. De rohadt nagyot sebez. Sikerül? Sikerült. You have proven worthy of wielding the blade. Jó. Beyond all doubt. És a Hermit tulajdonképpen behold your Arendite. A Lady of the Lake. We've met before. Certainly. The Hermit admitted he knew you, remember? The Lady of the Lake. It is I. Forget not that you are a man right and honorable, devoted to doing good. And for these reasons you received the blade. Now bear it. And I trust this time you shall not lose it. Igen, mert a második részbe elvesztettük. Az elején, amikor belállítottuk abba a sárkányba. Just wonderful. Na. Hol van? Itt van. Ó, micsoda damage. Így van, és minden egyes blow 10% plusz damage. És szinteket is lép. Ennyi. Tökéletes, tökéletes. Oké, na. Hát akkor mára itt fejezzük be. Ugyanis hát elég sokat haladtunk. Okvetlenül. Úgyhogy tényleg már itt hagyjuk abba, itt fejezzük be. Hát,
tényleg elég jól haladtunk, sokat sidequesteztünk, de azért még van mit csinálni. A heti programot látjátok Discordon, elég masszív hetünk lesz, sok-sok streammel, programozással, meg mindennel, úgyhogy, ja. Én nagyon szépen köszönöm a followokat, cheereket, donateket, subokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Holnap folytatjuk programozással, már hogy az lesz a holnapi menetrend szerint, de addig is legyen további szép napotok, jó éjszakát, sziasztok!